Szeptember 1-e iskola kezdés. A Biatorbágyi Társasházban Móni most kelti a fiúkat. Na, náhogy késésben vannak. Hanihó, szia szívecském, 7:30, 3:45-kor el kéne indulni, jó, mert dugó lesz. Jó reggelt, babám. Cicukám, föl kell kelni, mert idő van, jó? Bizony keserves ez a nap egy kamasz számára. Már megint korán kell kelni, már megint suliba kell menni. A szülői hálóban a ma 21 napos Szofi kis csirke hangokat hallatva nyújtózkodik. Neki is ébrednie kell, mert az évnyitóra Móni és Feri is megy, vagyis vinni kell a pici babát magukkal. Te is szoktatod? Hát ráteszem erre mindig, de nem, szerintem nincsen elég tejem, úgyhogy tápítkar. Kérjét remekem. Nincs tetszit? Nincs sajnos. És sem ennyi? Hát valami minimális van. Ó, böf! De hány telét öltöztetek el? Valami minimális van, de sajnos nem elég. Szóval sajnos Móniéknál is baj van a szopizással. Hihetetlen, hogy mostanában mennyi anya küzd ezzel. Mióta megszületett Szofi, apa és anya egyébként is nagyon érzékeny. Van, hogy felváltva vagy együtt pityeregnek. Nézzünk egymásra, neki is potyog a könnye nekem, és akkor így röhögünk a saját kis hülyeségünkön, hogy ez milyen már, hogy itt bőgünk itt benned feljel, de jó, csak egy örömből, de így meghatódunk, meg így szoktuk egymásnak mondani, hogy elhiszed, drágám, mindig mondja, hogy drágám, itt a kislány. De most nincs idő meghatódni, mert mindjárt indulni kell. Az a fránya, harisnya nadrág pedig kígyóként tekergőzik Feri ujjai között. Csak nem akar felkúszni Szofi hurkás lábaira. Nekem is ez az első harisnyám. Valóvítanám. Mindig csak zokni. Ó, ügyes volt a fejlem. Figyó! Igen? Várjál! A kék, akár, ahol a két csík van, az a feneke. Ez a feneke? Igen, ez a feneke, a kincsik. Na, kezdheti az egészet előről. Ó, de szép vagy, de szép vagy, királyi. Fordulj körül. Jól van, babám, jövök. Jön a anyja. Jön a anyja, bárki, és nem megcsináljuk a haját, és szép vagy. Pörögjünk tovább. Nyakkendőigazítás, reggeli a táskában, az anyatej melegszik, Szofira mindjárt újabb rózsaszín ruhácskák kerülnek, és még a kutya is itt van. Hú, mennyi mindent kell csinálni, és mindenre 5 perc van. Itt vagy. Ne haragudj. Bocsánat, szia, gyere. Szia, kia. Gyorsan menj a helyedre, gyorsan! Úristen, alig jön rám a kabát. Alig jön rám, olyan vagyok, mint egy boiler. Marad a lupó. Jó legyél, szia! Majd jövök! Jól van! Benji útban az iskola felé az autóban, nyitott szemmel alszik tovább. Nem akarnál lenni? Szeretném. Mondtam, hogy a kocsiba kéne egy szendvicset tenni, mert tudod, hogy nagyon fontos. Kérlek, veszek egyet neked? Hát, igen, léci. Vegyél már ki egyet, jó? Muszáj, Benji, ha egy fél szendvicset, akkor egy fele tenni üres gyomorral. Tudod, hogy nem lehet suliba menni. Mindig ez a heppem, minden reggel, akkor suliba menni. Mennyi volt benne? 100? 110-20. A reggeli dugóban vesztegelve Szofi is megkapja a reggeliét, és néhány perc múlva szerencsére még az utolsó pillanatban mindjárt átszakítják a célszalagot az iskola kapujában. Beni a húgát nagy büszkén cipelve siet előre. Na, te viszed, Benji? És rohan előre. Mert büszke a húgára az? Igen, nagyon. Nagyon, mindig ő tolja, ő viszi. Nagyon büszke.
kézbe is meg. Úgyhogy bocsánat, mennünk kell. Sziasztok! Oké, hello! Délutáni idilszi járdóéknál. A nappali közepén babahinta, babakocsi, van itt járóka is, meg minden, ami Szofinak kell. A nagy és a kis kamasz úgy terülnek el telefont nyomkodva a kanapén, ahogy csak a kamaszok tudnak dögleni, szóval most épp nyugi van. Te és a fiúk mennyit segítenek? Miben? Nagy gyakran. Na, őket kell megkérdezni, mennyit segítenek. Én szerintem magukhoz képest elég sok. Maga? Ez egy őszinte mondat volt. Vigyázz őket. Te most mit tervettek ezzel? Hónapról. Hát tulajdonképpen igen, mert nulláról indult, és ahhoz képest igen. De mit csinál? Fürdet? Vagy megfogja? A Szofival. Igen. A Szofival csak babuskatom néha. Mikor lejövök, megfogdosom, megpuszilgatom. Lassan összecsiszolódik a család, próbálnak alkalmazkodni egymáshoz, de Móni bevallja, az elmúlt egy évben nem volt könnyű vele együtt élni, és néha még most sem könnyű elviselni. Nem tudtam kordába tartani az érzéseimet, indulataimat, tehát amilyen számon nekem az ki kellett, hogy jöjjön. Annyira kellett sírnom, és amikor meg akartam fogalmazni, hogy miért, azt mondtam, hogy azért, mert annyi érzés van bennem, hogy ez valahol ki kell, hogy jöjjön, de nem feltétlenül negatív, vagy nem teljesen pozitív, csak nagyon sok. Szóval, mint oly sok családban, voltak viharok, amikor Ferinek az volt a dolga, hogy elviselje neje megbokrosodott hormonjai által okozott hisztiket, akkor jobb volt őt elkerülni. Nagyon-nagyon feszült voltál. Amikor ilyen sarkalatos kérdés nálunk, ugye, hogy én cigarettáztam, ezt most már mondhatom, hogy most már nem. Amikor megszületett a Szofia, tejfakasztón még cigiztem, de azóta nem. És ugye ez nagyon sarkalatos volt nálunk, de egyre jobban idegesítette, hogy én miért nem tudom elakni, meg hogy későn járok haza a munkából. Ha nem lett volna terhes... Hát nem mondta, hogy ő fölmegy, és én maradjak nem. De olyan is volt, ha utánam jött, hogy kizavartam. Igen. Hogy büdös vagyok, és maradjunk. Mármint, hogy a cigitől. A cigitől, igen. Értem. És a gyerek szobába is kellett aludnia? Ott is aludt. Egyszer aludtam. Na látjátok, hogy kitaláltam? Egyszer aludtam. Az egész család megszenvedett, mert velem együtt ők is szenvedtek, amit meg kellett miattam élni. Nagyon gyakori ez, csak kevesen mernek róla beszélni, mint ahogy arról is, hogy rengeteg kismama a szülés után belecsúszik a depresszióba. Mónival is ez történt, amikor 20 évesen megszülte első gyermekét, Dáriuszt. Amikor a Dárival depressziós voltam, én akkor nem tudtam, hogy az vagyok. Tehát igazán egyáltalán nem tudtam róla. Talán a mai fejemmel tudom már, hogy az bizony az keményen az volt. Mert hát először is nem tudtam aludni például szülés után napokig, van 4 napig egyáltalán nem aludtam, pedig azért bele 16 órát vajutnám. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz szülésem volt. És utána egyáltalán nem aludtam, ha aludtam is, akkor pár perces ilyen rémálmok, ilyen iszonyat, ilyen horrorisztikus élmények voltak. Aztán utána hát az állandó sírás, hogy állandó örömtelenség, hogy nem lehet semmiben, nincs egy pozitív gondolatod, hogy semmiben nem találsz örömet, hogy hát nagyjából egyfolytában sírsz. Most is vannak keményebb napok, hetek, amikor Szofinak egyszerűen semmi sem jó. Hiába babusgatják, csak sír és sír. Kész is vagyok. Apa, anya együtt fürdetik, és Móni próbál nyugodt maradni, de van, hogy ő is legszívesebben csak sírna. Szerencsére erre nem nagyon jut ideje. Épp Benni tankönyveit kell gyorsan bekötni, meg a fiúkra főzni, mosni, vasalni is kell. Amikor úgy érzi, kezd befordulni, mert most már tudja, milyen az, próbál programot csinálni magának is, a lányának. Például filmforgatásra mennek,
Sophie ugyanis már babaszínész is volt egy készülő filmben. A lényeg, hogy legyen egy kis zizgés, ami felrázza például egy reménytelenül esős nyálkás őszi napon. Ilyen vidám nap volt, amikor a Jön a baba főszereplői közül négyen, Timi, Éva, Betty és Móni összejöttek egy babázós délutára. A sorozatunk ugyanis összehozta az anyákat. Mindenki ringatta a saját, meg a más gyerekét is, Darius, Móni nagyfia pedig megörökítette a baba találkozót. És milyen a kis tesó? Hangos. Hangos? Egy ilyen kis rajcsúr mindenkinek jót tesz, lehet tovább tekerni a hétköznapokat, melyekben Móni, mármint három gyerekes anya, feleség, háziasszony, Feri oldalán, reméljük végre megtalálta a helyét. Edem meg a szívét, apa kitalált, amikor ennek a kis nagynak.